Idén utoljára beszélgetünk, és 2020 utolsó beszélgetését is kénytelenek vagyunk a vírus helyzettel kezdeni. A zalaszengróti állapotokról szeretnénk egy kis tájékoztatást kapni. Hát valóban az egész 2020-as évet áthatotta itt a vírus elleni védekezés és a különböző tragédiák, betegségek. Az Alszengrót város esetében ugye már a lakosság megszokhat, hogy a közösségi médiában azért hetente legalább egyszer adok hírt az itteni eseményekről, hány fertőzött van, hányan gyógyultak ki. Míg az elején a második hullámnál lehetett látni a személyeknél, hogy honnan indul el, és akkor hogyan terjedt az iskolákba, most már azt lehet látni, hogy már teljesen véletlen, véletlenszerűen, már semmilyen logikát nem lehet a fertőzéssel kapcsolatban, fertőzés terjedésével elmondani, de én úgy látom, hogy, hogy azért Szentgróton most egy kicsit olyan nyugalmibb, ha már ilyen ronda szóval lehet mondani, helyzet van, mint akár egy hónappal ezelőtt is volt. Ugye központilag a tesztelést elkezdték a, az oktatás és nevelési intézményekben, ez itt az iskolánál és a, az óvodánál. Az óvodában a kormányhivatal az folyamatosan havi rendszerességgel küld fertőtlenítőket, de ugyanúgy gondolom az iskolában, csak az óvodát azért említem, hiszen ő a mi fenntartásunkban van és a mi működtetésünkben. És az önkormányzat is, az Asszonyrót Város önkormányzata is úgy döntött, hogy az intézményi dolgozókat letesztelteti, antigén tesztel, amit ugyanúgy a központilag is ezzel a gyors teszttel végzik ezeket a, a vizsgálatokat. A központi tesztelésből kiszűrtek két dolgozónkat az óvodában, de már, ha jól tudom, vissza is dolgozni. A nálunk az intézményi dolgozóknál nem volt akkor ennél a vizsgálatnál pozitív eset, csak negatív esetek voltak. Nagyon fontosnak tartjuk, és én folyamatosan mondtam egyébként a tesztelést, hiszen aki fertőző, azt egyből lehet izolálni. Én ezt tartanám egyébként helyesnek országosan is, hogy a tesztelések számát növeljük, de mondom, hogy ez az egész 2020-as évnek mindenre, rányomta a bélyegét ez a vírus, próbálunk ellene küzdeni. Még egy szolgáltatás fölvállalt az egészségügyi központ, költségtérítéses alapon végeznek tesztelést, egy vállalkozó céggel kapcsolatban, így a, a PCR tesztet, ami hatóságjárás, és mind az antigén, mind az antitestes vizsgálatot végzik. Ez azért tartjuk fontosnak, és főorvos úrral azért döntöttünk így, mert itt az ünnepek előtt, ha valaki a szeretét meg akarja látogatni, és biztos szeretne enne lenni, hogy nem hordozza vírust, akkor ezt itt megteheti, mondom költségtérítésesen. Ezt majd a, a újságban és a közösségi oldalakon is lehet látni, tájékoztatást fogunk erről tartani. Én mindenkinek köszönöm azt a munkáját ebben az évben, akik segítettek nekünk, és hála Isten nagyon-nagyon sokan voltak Zalaszengróton itt a vírus elleni védekezésben, de mind ahogy szoktam mondani, hogy Tényleg a jót is és a rosszat is kihozhatja ez a helyzet az emberekből, de mi magunk döntünk róla, hogy egy befele forduló társadalom leszünk, vagy pedig legyőzve a problémákat, nyitunk is, és tényleg optimistán nézünk a jövőbe. Néha tényleg nehéz ez, de, de én mindenkit arra biztatok, ha valami problémája van, nyugodtan jelezze, de, de itt az adventkor, itt az ünnepek közelettével nyissuk ki a szívünket. Én, én ezt kérem mindenkitől is, azt kívánom mindenkinek, hogy tényleg a legbékésebb, egészséges ünnepek legyenek, és egy sokkal, de sokkal jobb új évünk legyen, bár nagyon nem nehéz ez 2020-as évnél, de, de optimistán tekintsünk előre. Nyitott szívvel ünnepeltünk eddig is, és tesszük az év lévő részében is, de másként és ez a szengroci ünnepségekre is természetesen igaz volt, és igaz. járt -e itt a Mikulás azért? Milyen helyzet az adventi gyertyagyújtással? Ugye úgy kezdtük még a a ő, nyáron a tervezést, hiszen idejekorán elkezdjük a tervezést, hogy, hogy tényleg egy ilyen méltó, az alaszengróti adventhez méltó ünnepségek legyenek, de ezt teljesen le kellett fújnunk, vissza kellett mondani a, a szerződéseinket, nem is tarthatunk rendezvényeket. Most is azért a, a gyertyát hétről hétre meggyújtjuk, ugye most a, a második gyertyát Vári Mária Apolgármester asszony gyújtotta meg, nem hirdetjük meg a, a rendezvényt, nyilván ha vannak járók az utcán, Miért lennének, őnekik megállnak egy pillanatra, ők is kicsit jobban magukban néznek, és áthatja őket az ünnepi várakozás. És Mikulásra is egyébként úgy volt, hogy nagyon örültünk neki, hogy ellátogatott Zalszengrót, és mi egy kis fényjátékkal kedveskedtünk a járókelőknek, akik erre jártak, hiszen már láthatták sokan, hogy, hogy azért próbáltunk mi ünnepi hangulatot varázsolni Zalszengróton, és nagyon-nagyon sokan pozitívan fogadták, és a visszajelzések is azok, hogy sikerült, hiszen akár csak a, a, a fényeknek a kibővítése, vagy itt ez a kis lovas szám, vagy rénszarvas szám itt a városi hivatal előtt, és hogy még arra buzdítok mindenkit, hogy amennyiben lehet öltöztesse mindenki a saját ingatlanát ünnepi fénybe, ezt minden évben ezt növelni próbáljuk. Mondom, itt furcsa az, hogy meghirdetni nem lehet, de, de ez ilyen, ilyen furcsa ünnep, furcsa advent, de én úgy érzem, hogy eddigiek alapján jól sikerültek, és tényleg meglepetéseket, pozitív meglepetéseket okozhattunk a helyzet a testület tájára is rányomja a végét természetesen. Vannak azonban nyilván rendeletek, amelyeket meg kell hozni. Hogyan zajlik ez most? Ugye az Alszengrótól hozzászokhatta, rendszeresen már több évvel visszamenőleg mindig tervezhetőek az üléseink. Minden hónapnak az utolsó csütörtökén van a testületi ülés. Ez a kivétel február, hiszen akkor a költségvetést fogadjuk el, azt pedig február 15-ig el kell fogadni. Tehát most is megvannak csak. Ugye mindig furcsa nem képviselő testületi ülésről beszélünk, hiszen nem nem ülhet össze. A vészhelyzet alapján a polgármester hozhatja meg a döntéseket. Vannak kivételek, például intézmények átszervezése, megszüntetése kivételével szinte teljhatalma van a polgármesternek, de Nyilván ez így nem így működik. Akár személyemből kifolyólag sem az vagyok, hogy aki itt a hatalmával visszaél, élni lehet vele, és most is él az ember, hiszen a képviselőtestületi tagjait is megkérdeztük arról, hogy a napi rendi pontok vannak, véleményezzék, otthon véleményezzék őket, és így hozom meg a döntéseket, ahogy most is meghoztuk. Évvégén ugye szokás az, hogy a civil szervezetek beszámolóit nézzük a különböző lakbéreket, vagy... Földbérleti díjakat nézzük át, és vagy módosítjuk, vagy nem. Az adókat is ilyenkor szoktuk. Ugye itt visszatérnék egy pillanatra, hiszen kormányzat jelezte, hogy nem fogadnak el semmit, és se az önkormányzatok nem emelhetnek adót a mostani helyzetben, amit mi nem is akartunk egyébként, de azért egy pillanatra megállni, hiszen már az előtti adásban is már, sőt az egész évben már arról beszéltünk, hogy, hogy hogyan szorongat a kormányzat minket, önkormányzatokat, elvették a gépjárműadó helyben maradó részét, ez, ez az Szengrot esetében közel 20 millió forint volt, utána a miniszterelnök gazdasági tanácsadója a kamarának az elnöke megpedzegette, hogy az iparűzési adót, mint olyant megszüntetik, ami az esetében egy ö, ö, több mint 200 millió forintos tétel lenne, ami azt jelentette volna, hogy szinte bezárhatott volna az önkormányzat. Most pedig megint csak egy önkormányzati ö, jogot akarnak elvenni tőlünk, ugye az bevételeknek a megállapítását. Itt ez nem sanyargatásnak számol, hiszen ebből él az önkormányzat. Ugye van nálunk kommunális adó, telekadó, az nem sok vállalkozásra vonatkozik, építményadó, amit megint csak a magánembereknek nem kell befizetniük a gépjárműadót, amit elvittek tőlünk. Tehát látszik az a kormányzati szándék, ami, ami teljesen az önkormányzatok ellehetetlenítésére játszik. Mi a települési önkormányzatok országos szövetségén nagyon sokat foglalkoztunk, és és ez pártállástól teljesen független, hiszen minden polgármester a saját települési érdekét nézi. Nem tudom, hogy meddig lehet ez folytatni. Főleg akkor, amikor itt az évvégi nagy központi pénz elosztásokat nézzünk, 140 milliárd ment a, a, a sport 100 milliárd ment a, az egyházak támogatására. Tehát az csak összehasonlításképp 140 milliárdból, amennyi a sport támogatásait és stadionokra megy, abból hogy több mint 7 millió embert le lehetett volna teszteltetni. És ezzel szemben 50 milliárd forint pedig az egészségügyre. Tehát nagyon-nagyon érdekesek ezek a dolgok, nekünk itt helyben ezzel kell foglalkozni, és, és még az, hogy itt az önkormányzatoktól ugye az elmúlt években is elvettek hatásköröket, most gondolok csak itt az oktatásra, hogy az iskolák itt vannak a egy -egy az asszonyokat, és ég a sem mekkora beleszólásunk nincsen benne. Itt látszott ez már a, a vírus helyzetnél is, hogy azért, ha itt helyben azonnal döntünk, akkor sokkal jobban lehetett volna akár szerintem a vírust is megfékezni a városunkban. Ha már az oktatás szóba került, úgy tudom, szülők megkeresték önt is, az iskolát is talán azzal, hogy a következő tanévre Szalaszengroton nem lesz lehetőség központi írásbeli írni. <kül> Mit tudunk erről? Igen, többen jelezték nekem, ugye eddig azok a gyermekek, akik a nyolcadik osztályt befejezték, és valóvá el akartak menni, akár merre az országba, és felvételit kellett írni, akkor itt helyben, a saját környezetükben ezt megtehették, mostantól pedig nem, és én is utána érdeklődtem a tank kerülettől, hogy, hogy miért nem lehet, és azért van, mert mivel itt az Asszengróti gimnáziumban nem lesz felvételi, ezért nem érne a Kérdeztem én, vagy kértem azt a tankerültől, hogy eltérhetünk -e ettől, tehát főleg ebbe a, Covid helyzetbe sokkal jobb, sokkal biztonságosabb lenne, mindenki jobban örülne, hogyha nem kellene mondjuk egy szombathelyre is jelentkezett az illető, akkor szombathelyre elmenni, vagy az ország másik felébe, de nem lehet. És itt, ma, itt az a probléma, amit mondtam, tehát hogy még sokan nem tudják ezzel a szengroton, pedig ez már jó pár éve így működik, hogy semmi hatáskörünk az iskolával kapcsolatban. Mennyivel jobb lenne, ha még mindig hozzánk tartozna, hozzánk tartoznának a pedagógusok, és itt vannak olyan döntések, amiket már egyből meghozhatnánk, legyen felvételi, ne legyen, itt legyen a felvételi, milyen új osztályokat, vagy milyen magasabb óraszámba kellene tanítani, mondjuk nyelvet, informatikát, matekot, bármit. Tudjuk, hogy az oktatásban is nagyon nagy problémák vannak, de szerintem sokkal jobb lett volna, hogyha ez ott maradt volna az az önkormányzatoknál az iskolák fenntartás működtetése, hiszen ugye információim szerint most a végzős osztálya a gimnáziumban kilencen elmentek emelt nyelv érettségére, és mind a kilencéknek sikerült. Tehát megvan a lehetőség annak, hogy hogy ez egy jó iskola legyen, a középiskola is ugye a régi fénybe, a béri Balog Ádámhoz hasonlítson, ha már nincs is annyi gyerek, de ezre, amikor nekünk abszolút ez semmilyen ráhatásunk nincs, ez nagyon nehéz, és nagyon nehéz úgy nézni, hogy semmit nem szólt, be sem léphetünk most ebben a helyzetben az iskolába. Nyilvánvalóan a, a kapcsolat mind a előtte, mind az iskola vezetésével jó, de semmilyen mozgásterünk nincs az iskolával kapcsolatban.